Bálabontás zajlik délelőtt a menhely egyik kennelében. Az aszkás kiskutyák örömmel vetik bele magukat a szalmába, így szórakoztatják magukat, amíg nem találnak állandó gazdit az árva négy lábúak. Cini 4-5 hónapos kislánykutya itt az aszkánál, és nagyjából egy hónapja került ide. Pénteken vele is találkozhatnak a látogatók, ugyanis ő is szerető gazdira vár itt a helyszínen. Éppen ezért a 21. születésnap alkalmából a pénteki esemény elsődleges célja az örökbeadás. Rengeteg kutyánk van, több mint 100 kutya, aki fullon készen van ivartalanítva, teljesen beoltva, hogy gazdihoz kerüljön. A másik pedig az adománygyűjtés része. Hiszen a menhelyen több beteg és sérült kutyus is van, számukra orvosi ellátás is szükséges, ezek költsége pedig nagyon magas, éppen ezért ehhez kér támogatást az aska. A menhely abban bízik, több kutyus is megbízható gazdára talál március 15-én, de az örökbefogadásnak vannak szabályai. Azt tessen mindenkinek tudomásul venni, hogy élőlényekről beszélünk, és ezeket az élőlényeket, aki elvállalja, élete végéig gondozza. Tehát ha mi itt az állatmenhelyen bevállaljuk a 10 éves kutyákat, hogy életük végig a többi 250-300 kutya mellett tudjuk gondozni, akkor aki rászánja magát az örökbefogadásra, ő vállalja azt, hogy élete végéig gondozni fogja azt a kutyust, akit ő elvisz. Fontos tehát a tudatosság és a felelősségvállalás, ezek tudatában várják pénteken az érdeklődőket a homoksor 7-es szám alatti menhelyre, 9 és 13 óra között. A rendezvényre nem szükséges előzetes regisztráció.